Mindenki tudja, hogy egy jó gazdik kutyája a családtagja, sőt, néha ő a családfő, néha azonban más a helyzet. Minden esetre a ma bemutatott kiállításunkat helytelen lenne csak kutyakiállításnak nevezni, hiszen nagyrészt ez a tulajdonosok kiállítása is. Nem titok és vezetői szinten is elfogadott, hogy a kutyakiállítás egy show, és a showban minden résztvevőnek megvan a maga szerepe és feladata. A kozmetikusok, vagyis fodrászok megfésülik, és a legjobb, legillatosabb kozmetikumokkal mosdatják meg a kutyákat, miközben az elegánsan öltözött gazdinak illik szépen mozogni és kedvesen mosolyogni a zsűrire. Ezért a kiállítást joggal nevezhetnénk kutya és gazdi kiállításnak, de ez talán még korai, nem érett meg rá a közönség. Ma az év egyik legnagyobb magyarországi kiállításáról mesélünk, mely február 9-e és 12-e között került megrendezésre Budapesten. Szeretettel, tisztelettel köszöntök minden Fehovára látogató vadászt, horgászt és kutyabarát embert. Mi nekünk a MEUE szövetség részéről, ez egy nagyon megtiszteltető és tradicionális rendezvényé vált. 10. alkalommal vagyunk itt a Fehova vendégei. Nagyon-nagyon lényeges ebben a közegben való megjelenés és szereplés, ahol természetet kedvelő, természetet felügyelő emberek között szereplünk. Mint a MEUE új elnökeként szintén nagyon-nagyon megtisztelő dolog, hogy ebben a környezetben is egy jubileumi rendezvényt rendezhetünk. Az elmúlt hét történéseinek egy sajnálatos eseménye, ugye a törökországi földrengésnek az áldozatai. Ebben a tekintetben is próbálunk segíteni. A szövetség egyik mentőcsoportja is kint van a helyszínen, de az összes mentésben résztvevő kutyának és gazdáiknak és csoportoknak próbálunk segítséget nyújtani, és egy kicsit figyelmet ráfordítani ebben a tragédiában. A kint lévő csoportunk sajnos már, vagy hál' Istennek, már 2 embert talált az elmúlt 24 órában. Köszönjük a munkáját, és szeretnénk minden látogatónak a segítségét kérni, hogy ezeknek a csoportoknak a hazatérés után meg tudjuk hálálni és köszönni és segíteni a munkáját. Én mindenkinek jó szórakozást kívánok erre a rendezvényre 4 napon keresztül, és szeretettel várunk mindenkit. Elbűvölő gazdikkal rekordszámú szép kutya vett részt a kiállításon. Ez a párosítás pedig az egekbe emelte a hangulatot, mind a bírók, mind a kiállítás látogatói számára. Bízunk benne, hogy a győztesek és a vesztesek egyaránt örömmel vettek részt a kiállításon. Mert úgy tartja a mondás, nem a győzelem fontos, hanem a részvétel. Sajnos ezt nem mindenki gondolja így, hisz mindenki győzni akar. Különösen nagy öröm, ha dr. Jakel Tamás, az FCI világelnöke kezéből vehetjük át a győzelmet jelentő kupát. És a kiállítás legszebb kutyája, a mexikai Tamás. Mexikói messzelen kutyánk van, nagyon-nagyon örülök, nagyon jól debütált Magyarországon. Mint ahogy látszik is, Best in Show 1 lett, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nem is nagyon tudok beszélni a meghatottságtól, úgyhogy szerintem megnyitónak ennyi, és remélem még nagyon-nagyon sokáig.
fogjuk élvezni az ő társaságát, ilyen nagyon sok jó eredménnyel kísérve. Nagyon elfáradtunk ma. Köszönöm szépen! Dr. Jakel Tamás vezető bíróként mind a négy napon személyesen jelent meg. Szeretettel köszöntöm Önöket a 10. Fehova kutyakiállításon. Ez egy nagyon szép jubileum és egy 10 éves együttműködés a kormányzattal, illetve a vadászati szervezetekkel és a MEOS közötti jó kapcsolat ápolására. Az eddigi legnagyobb kiállítás volt a mostani, tehát a 9 év egy olyan tradíciót teremtett, ami a 10. évben mindenképpen beérett, hiszen több mint 20 országból a 3 nap alatt több mint 8000 kutya seregszemléje volt itt látható a Fehova kiállításon. Kiváló volt a minőség, tehát nem csak a létszám, hanem a minőség is nagyon magas szintű volt. Nagyon sok világgyőztes kutya, Európa győztes kutya került felvezetésre, és külön gondot fordítottunk arra is, hogy a tavalyi évben számos világ és Európa győztes címet elért magyar kutyáknak a tulajdonosait külön díjaztuk. A kiállítás hagyományosan a Fehova, azaz a fegyverhorgászat és vadászat nemzetközi kiállításával egybekötve került megrendezésre. Jó, hogy ez már 10 éves hagyomány. Ha az első alkalom lett volna, sok újságíró a zűrzavaros idők előtti tisztelgés jelének gondolhatná. Ám ebből ezúttal senki sem tud szenzációt csinálni, hiszen a vadászat, a horgászat és a fegyverek nem csak a vadászkutyákhoz kapcsolódnak, hanem minden kutyához. Mert hiába bánsz úgy egy kutyával, mint egy emberrel, ő mégis közelebb áll a természethez és az erdőhöz, mint egy elpuhult és elkényeztetett ember. Az idei Fehovára nem csak a fegyver, a vadászat és a horgászat szerelmeseinek érdemes kilátogatni, hanem a kutyabarátoknak is, hiszen nem mindennapi esemény a mostani hétvége. Láthatunk különféle ritka vadászmadarakat, így például északi héját is, de a világ leggyorsabb madarát, a vándorsólymot is. Emellett pedig vadászkutyákban sincs hiány, és ami nagyon érdekes, hogy láthatunk olyan kutyákat is, amelyeket a madárakkal való vadászatnál is használnak a nimródok a mindennapjaikban. Úgyhogy kalandra fel, látogassunk el az immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő Fehova dogshowra, és amellett pedig nézzük meg a részletesen a Fehova standokat is. A kiállításon vadászmadarak is repültek, melyek a legkedvesebb és legjobb kutyákkal összevetve ijesztőbbnek tűntek, és őszinte rémületet, félelmet keltettek a jelenlévőkben. De mit tehetünk, az ember kíváncsi lény. Mindenki meg akar simogatni egy veszélyes vadászmadarat, még a dermesztő félelem ellenére is. De ha egyszer nagyon akarja, akkor megteszi. Bízunk benne, hogy a közeljövőben az aligátorok és a krokodilok nem kerülnek fel a vadászó állatok listájára, pedig segítségükkel biztosan eredményesen vadászhatnánk szarvasokra és vaddisznókra. De Európában azért hideg lenne még nekik. A kiállítás megnyitóján felszólalt dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Kovács Zoltán a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára, dr. Szűcs Lajos a Magyar Országos Horgászszövetség elnöke, és Margescu Tamás, Cic nagykövet. Térjünk most vissza a kisebb testvéreinkhez, bár sokszor nagyobbak és vastagabbak, mint a gazdáik, így a kisebb szó nem a mérethez és a súlyhoz kötődik, inkább az embernek a kutyához való segítő viszonyához. A zöldek évről évre egyre kiváltságosabb hozzáállást érnek el kisebb testvéreink javára. A kutyákat megtanítják számítógépen írni, és olyan törvényeket alkotnak, amelyek szabályozzák a kutya tulajdonosok viselkedését a kutyatartás szinte minden területén.
A legfőbb érzés, ami a kutya kiállításokon uralkodik, a büszkeség. Büszke vagyok a kutyámra, büszke magamra, a ruhámra, és büszke kedvenceim győzelmére. Feltéve, ha ők nyertek. Мы очень рады. Собачка, мексиканская голая собака, она привезена из Молдовы. Редкая порода. Их было сегодня 6. И мы выиграли лучшего юниора выставки, чему мы очень-очень рады. Его владелицей является Ирина, которая живет в Чехии. А я являюсь хендлером и совладельцем. Поэтому в Венгрии победить очень тяжело, потому что здесь хорошая большая конкуренция, всегда много людей с разных стран. Поэтому для нас это вдвойне приятно. Приехать в такой красивый город и победить среди множества разных собак – это наш первый большой выигрыш. Надеюсь, это хорошее начало. Она юниор, поэтому у нас все впереди. Általánosságban elmondható, hogy az ember mindig talál valamit, amire büszke lehet, vagy ami vigaszt nyújt. Mert ha veszítesz is, a ruhája még mindig jobb volt, mint a versenytársai, és a frizurája még csak összesen hasonlítható máséval. A különféle érdeklődésű klubok világszerte népszerűek. Vadászat, horgászat, cigaretta, esetleg a viszki szerelmeseinek klubja. Ma már bármilyen klubot alapíthatsz, a fantáziádra van bízva, és persze az akaratra. Lehet egy bizonyos kutyafajta szerelmeseinek klubja. És ha az összes többi klubot önmaga vagy érdeklődési köre, ez esetben a kutyák iránti szeretet is összeköti, akkor elmondhatjuk, hogy a kutyaklubok mások. A Hung Expo kiállításán különböző kutyafajtájú klubok voltak jelen. Очень да. счастливы. Очень приятная выставка, приятный эксперт. И благодарим клуб за организацию. Дарина. Дарина. А Дарина уже пошла за призами. Év végén minden egyesület kikéri tagjaitól az év kiállításain szerzett pontszámokat. E becsések szerint hozzák meg a kutyák minősítését, és a legsikeresebb kutyákat díjazzák. A résztvevők összegyűlnek és ünnepelnek. Az a furcsa, hogy épp az ünnep főszereplői, a kutyák hiányoznak a jeles eseményről. Tehát a Moody fajtában, az év kutyája címet, két klub van, és mind a két klubban más feltételekkel lehet megkapni. Az egyik klubban minden kiállítás beszámítható egész évben, a másik klubban csak 5 darab kiállítás számítható be, ebből 1 darab külföldi, a többi magyar megrendezésű kiállításon lehet. Nekem a kutyájaim közül 2 is klubgyőztes lett mind a két klubban, juniorban és felnőtt kategóriában, és elnyerték a fajtagyőztes címet is. Így junior kategóriában mind a két klubban a junior kutyám lett az év kutyája, felnőtt kategóriában pedig az egyik klubban első helyezett lett, a másik klubban második helyezett. Ezért kiemelt büszkeség fogadta azokat a magyarországi kutyákat, akik 2022-ben Európa és világbajnokságot nyertek. A MEOS vezetés személyesen tisztelte meg tulajdonosaikat, és mindenkivel kezet fogott. Fiatal világ, fiatal Európa győztes, kétszeres Európa győztes,
Championok Championja, Best in Show győztes, tulajdonképpen mindent elért, amit úgy nagyjából el lehetett érni. De egyébként nem ez a legfontosabb. Én alapvetően azt gondolom, hogy a hétköznapok nagyon-nagyon jók agrártulajdonosként. Ugye mondom, több fajtával foglalkozom. El kell, hogy mondjam, hogy az agár az tényleg olyan, mint egy arisztokrata valami. Úgyhogy hát gyakorlatilag én amit nagyon szeretek bennük, hogy nagyon nyugodtak és nagyon intelligensek. A magyar kutyafajták minden kutya kiállításon páratlanok. Különleges kiváltságokkal rendelkeznek. Így kijelenthetjük, hogy a kiállítás VIP képviselői. Magyarország kincsének és hungarikumnak is nevezhetjük őket. Ráadásul külön díjjal is jutalmazták őket. Délután BIS programjának van egy különleges műsorszáma. A magyar kutyafajtáknak külön lehetett nevezni egy tavalyi év legeredményesebb fajtája címre. 56 nevezés érkezett be a különböző fajtákból. Őket a Best in Show körben egy 4 tagú zsűri fogja elbírálni, 4 FCI különbíró. Ők fogják kiválasztani fajtánként azt a legszebb példányt, aki az itt látható szobrok boldog tulajdonosa lesz. Összegezve ez egy nagyon jó hagyomány. Minden házigazda szeretne VIP képviselő lenni, melyhez a recept egyszerű. Vegyél egy magyar kutyát, nevelj belőle bajnokot, és már is tisztelettel, megbecsüléssel jutalmaznak. Most vagyunk először a kiállításon, és nagyszerű érzés, hogy a Vinka ilyen ügyes volt és nyert, és nagyszerű dolog, hogy itt lehetek a kutyák között, ezek között a csodás kutyák között. Köszönöm! A Magyar Kennel Klub egyébként kiemelten kezeli a magyar fajtájú kutyákat, hiszen minden központi rendezésű kutya kiállításon van külön a magyar fajtáknak versenyük, különleges programok, különleges díjazások, csak a magyar fajtájú kutyáink részére, amelyet egyébként a magyar állam is velünk együtt kiemelten kezel és hungarikumnak nyilvánított. Tehát a puli fajtáról azt tudjuk elmondani, hogy ez egy nagyon régi magyar munkakutya fajta, egy juhászkutya, pásztorkutya, ami manapság már kivonult nagyrészt az eredeti hivatásából, és családi kutyaként funkcionál. Közel került hozzánk, sokkal közelebb a munkakutya funkciójából, de viszont megőrizte az eredeti tulajdonságait, amik alkalmassá tették arra, hogy a juhokat tudja irányítani vele a pásztor. Nagyszerűen beválik a mostani életünkben ez a funkciója, hogy annyira tud kötődni az emberhez, ami a legkülönlegesebb tulajdonsága a pulinak, hogy fantasztikusan kötődik a gazdájához, aki a pásztorhoz lényegében, aki most a családja már neki. Ezek a rasztatincsek, ezek a pulinak az eredeti munkájából adódnak, hogy a pusztai körülmények között ezek a raszták, ezek a erős tincsek védték a kutyát a vidőjárástól, illetve hogyha küzdeni kellett a ragadozókkal is, akkor megvédték a kutyát a harapástól. A sakálok, esetleg farkasok voltak régen, akkor ez védelmet jelentett. Illetve ami a legfontosabb az, hogy az esőtől és a forróságtól, télen a nagy hidegtől védte a kutyát. Tehát nem volt hova behúzódnia neki,
ezért kénytelen volt a kutya a saját védelmi rendszerét kialakítani, ami a szőre. Tehát ő egy champion kankutya, ő a gazdája, én egy másik kennel tulajdonosa vagyok. Nekünk is van kutyánk. Mi ezt a kutyát azért választottuk, hogy megpróbáljuk bemutatni az embereknek, hogy ez a kutya egy pásztorkutya, ami őrzővédő, tehát véd minket, de viszont nagyon szereti az embereket. Hát azért kuvasz, mert már gyerekkoromban is volt, és utána az elmúlt 30-nyihány éves kutyás tapasztalatom azt mondta, hogy megpróbáltam 5-6 különböző fajtát, munkakutyáztam, vadászkutyáztam, de ilyen problémamentes kutya, mint a kuvasz, nincs másik. Nem csinál kárt. Nem rohangál össze-vissza, mindig csak annyit, amit kell, nem ugat össze-vissza. Tényleg a legproblémamentesebb kutya, mindenkinek csak ajánlani tudom. Különleges figyelmet fordítanak a magyar kutyák egészségére. A hungarikum magyar kutyafajtáink tekintetében az elmúlt 3 évben az Agrárminisztérium támogatásával eljutottunk addig, hogy az év végére mind a 9 kutyafajtánál meg lesz az a genetikai teszt, ami alapján egy fenotípusában, tehát küllemében fajtaazonosnak látszó kutyáról a genetikája alapján is be tudjuk bizonyítani, hogy az. Azt gondolom, hogy ez a magyar kinológia és a világ kinológia számára is egy nagyon fontos lépés lesz. A népszerűsítés tekintetében tanösvényprogramokon több 10 000 gyermek kezébe adtuk a magyar kutyafajták ismertetéséről szóló füzetünket. Testközelből láthatták a kutyáinkat, megsimogathatták őket. Azt gondolom, a jövő generációja már egy nagyon biztos ismerettel fog rendelkezni a magyar kutyafajtákról. Magyarország kormánya is előnyben részesíti a magyar kutyafajtákat a többivel szemben. Az lenne a furcsa, ha másként lenne. Ezért a magyar kutyákat minden területen különleges kiváltságok illetik meg. Emelt családi pótlék ugyan még nem jár utánuk, de minden más dokumentumot kedvezményes áron állítanak ki részükre. Bár szerintünk előbb itt érdemes megfontolni, hiszen a kutyák sokba kerülnek, gyakran többet esznek, mint a gazdáik. A jelen helyzet nagyon sok szempontból nem a legkedvező az emberiség életében, ezt kell mondjam. Nehezednek a körülmények, emelkednek a költségek, így a kutyatartás költsége is. Azonban ez a periódus az, amikor mindenki realizálja, hogy milyen fontos és a legfontosabb az a közeg és mikrokörnyezet, amit saját magának teremt a maga környezetében, a maga családjában, a maga otthonában. És nagyon sokan ismerik föl, hogy bár a költségek nem alacsonyak, azért egy komfortos élethez, sportaktivitáshoz, vagy simán egy kellemes könyvolvasáshoz és mindennapi élethez hozzátartozik a kutya. Az árak természetesen mindenkit szíven ütöttek. Nem csak a kutyáknak gond, hanem a gazdáknak is. De örömmel mondhatjuk, hogy még ebben a nehéz időszakban is a szeretet győzött. Senki sem utasította vissza a kutyákat. Senki nem csökkentette a napi táplálékukat, és természetesen a rájuk fordított figyelem sem lett kevesebb. Mert ez nem csak rajongás, hanem szeretet a kutya iránt. És ez a szeretet mindig kölcsönös. Egyre többen vásárolnak emiatt kutyát. Itt nem arról van szó, hogy többen kezdenek el tenyészteni, hiszen ez nem is cél. Azonban tenyészteni csak akkor van értelme, hogyha van a létrejövő produktum a kölyök értékelésére képes közeg. Azt hiszem, hogy ebben jól állunk, de további promóciós lépéseket kell tegyünk. És például rendkívül jó alkalom a Fehován megrendezett kutyakiállítás, hiszen itt családok jönnek látogatóba, különféle érdeklődésűek, és találkoznak a kutyával. Az új benzinárak ellenére az emberek most is készek több ezer kilométert megtenni a legkülönbözőbb országokból. Akár 5 000 kilométert Oroszországból, ahogy tette ezt Szejeve, hogy részt vehessen a budapesti kiállításon.
Меня зовут Мария Евтеева, я профессиональный заводчик, у меня фараоновые собаки. И на выставку мы привезли фараона и несколько пемброков. И очень успешно выступили. Мы очень рады, что в такие тяжелые времена нам удалось добраться до Венгрии. Венгрия нам особенно дорога, потому что мы много-много лет посещаем венгерские выставки, любим их. Любим венгерских собаководов, венгерских коллег, друзей, любим венгерскую конкуренцию. Поэтому победы в Венгрии для нас особенно ценны и дороги. У нас был очень сложный путь. Мы из-за закрытых границ нам пришлось ехать через Турцию, Грузию, словом, пройти югом. Это, конечно, значительно усложнило и удлинило наше путешествие, но все прошло спокойно, гладко, доброжелательно. Компания у нас была хорошая, настроение отличное. Ну и результаты, как следствие, оказались тоже прекрасными. És ezek a vendégek repülővel érkeztek Finnországból. This is my second time in Hungary. I have been here once before. I was here at the World Winner Dog Show, and I think this is really, really, really well organized dog show, and I have really enjoyed, or we have enjoyed our stay here in Hungary. So we came here by plane, and we came here on Wednesday. From Finland, and then we will stay till Monday here in Hungary. And tomorrow we will take a part to dog show again. Billy. Pénteken a finn vendégek fajtájuk legjobbjai között lettek bajnokok, ezzel bejutva az esti Best in Show of Champions-ba, ahol a kutyákat egyszerre 5 bíró bírálta el. Először 24 kutya közül kiválasztották a 12 legjobbat független szavazással. A bírók nem látják kollégáik értékelését sem. A következő körben közülük választják ki a legjobb 6 kutyát. A hatból pedig 3 dobogóra állhatott. We are extremely happy, of course, proud and honored, first of all, because it was a really, really big competition, a lot of beautiful dogs. She spent the last 2 years in America. She was second top dog all breeds in the USA. And it's amazing to be back in Europe with such a great result on such a prestigious show. And of course, under 5, really best of the best judges in the world. Milyen emberek a bírák? Ők az égiek, akik ezeknek a gyönyörű állatoknak a sorsáról döntenek. De van joguk hozzá? És ha igen, hogy lehet ezt a jogot megszerezni? Kiderült, mindez nem csak bonyolult, de rendkívül nehéz is. Ahhoz, hogy valaki bíró lehessen, jó, ha van saját kutyája. Sokat kell tanulni, amit sok vizsga követ. Ezek közül a legfontosabb a főbíró dr. Jaker Tamás előtt letett vizsga. Csak ezután lehet ítélkezni. De ez még mindig nem minden.
Ahhoz, hogy egy bíró meghívást kapjon a Best in Show-ba, megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel kell rendelkeznie, melyet a kutyások körében eltöltött hosszú évek során szerezhet. És ezek nem csak szavak. Nem valószínű, hogy akad olyan tulajdonos, akinek első alkalommal nem remeg a térde elhaladva a bíró mellett. Ezért bevett szokás, hogy egy professzionálisan képzett felvezető viszi be a kutyát a ringbe. Erről korábban már készítettünk filmet. Amiben ők a legjobbak, hogy nem ájulnak el a bíró előtt. Ez egyesek számára nem könnyű. A mindenféle internetes újítások bevezetéséről híres Magyarországon úgy döntöttek, hogy csúcs technológiákat vezetnek be a kutya értékelési rendszerbe. Ez eddig csupán néhány ringben zajlott így, de hamarosan mindenhol bevezetik az elektronikus dokumentumkezelést. Most azt láthatjuk, hogy az elektronikus eredményrögzítés zajlik a kiállításon, jelenleg még tesztüzemben, összesen 4 körben. Az a terv, hogy minden kiállításon elektronikusan kerüljön rögzítésre az eredmény a tableten keresztül, amit a nevezők azonnal megkapnak, ahogy lezárul az adott kutyának a bírálata. A kiállítók hálásak voltak, hogy elektronikusan is lehetett előre fizetni a parkolásért, ami jelentősen csökkentette és szinte meg is szüntette az autósok sorba állását. A kutyáknak nagyobb szükségük van mozgásra, mint az embereknek. Valójában az a természetük, hogy fussanak, ugráljanak, üldözzék a zsákmányt és védelmezzék gazdájukat. Életét kockára téve még a legkisebb kutya is kiáll gazdájáért. A végkimenetel sikere nagyobb, ha megfelelően táplált és izmos, sportos az ebb. Ezért ajánljuk a kutyáik igazi szerelmeseinek, hogy saját és kutyájuk érdekében legalább napi 6 kilométert sétáljanak, és jöjjenek el az agility órákra. Az eredmény szemmel látható. Ezért hat minden kutya tulajdonos szépnek és sportosnak. A magyar kutyák a kutyasportban is nagy eredményeket értek el. Ugyancsak, mint a magyar kutyás sportolókat, az agility versenyzőket, a dog dancing versenyzőket, hiszen talán nem mindenki tudja, világgyőztes címeket szereztek, világbajnokok lettek ezekben a kutyás sportokban a magyarok nagyon sok sportágban. Neistat Dániel, a Dogflow Arena ügyvezetője részletesen mesél arról, hogy sportolnak a kutyák. Az agility egy kutyás ügyességi sport, amely a kutya és az ember harmóniájára, összmunkájára, kommunikációjára, kapcsolatára épít. Viszonylag fiatal sportról beszélünk, a 30. országos bajnokságot fogjuk idén tartani. A maga egy verseny az úgy néz ki, hogy a versenyt megelőzően a felvezetők megismerik a pályát, mindig minden pálya más, ami a bíró múlik. A versenyzőknek 8 percük van arra, hogy elsajátítsák a pályát, a kutya az pedig a futamon találkozik először a pályával, tehát a kutya valójában nem tudja, hogy mit kell majd csinálnia, mit fog majd futni, az alatt a 25-40 másodperc alatt, amíg ő egyébként fenn van a pályán. Egy futamot az nyer, aki a leggyorsabban, legkevesebb hibával, alapvetően hibátlanul le tud futni egy agility pályát. Egy agility pályán jellemzően 22 darab akadály van, a legtöbb akadály az ugró akadály, majd látni fogjátok a videón, hogy ezek milyen akadályok. Összesen 22 akadály van, nagyrészt ugró akadályok, úszó akadályok. Ezen kívül vannak olyan úgynevezett zónás akadályok, amelynek az a lényege, hogy a kutyának az agility akadály egy bizonyos részét meg kell érintenie a mancsával. Ahogy mondtam, az agility a kutya és a felvezető harmóniájára épül, és éppen emiatt gyakorlatilag bárki csinálhatja. A legfiatalabb agilitések már néhány évesen elkezdik, és vannak bőven 70, sőt 80 év fölöttiek, akik szintén tudnak, hiszen ez valójában a kutyával való kapcsolatról szól ez a sport. A legtöbben ma még Magyarországon hobbi szinten űzik az agilityt, de vannak már olyanok, akik profin, versenyszerűen űzik, és azt is el lehet mondani, hogy az ide 2022-ben megrendezett agility világbajnokságot összetett első egyéni, összetett első, futam első és összetett második helyezettünk is van agility csapatban. Magyarországon több helyen lehet agilityt űzni, a Dogflow Arena Budakeszin, akit mi is képviselünk,
aki agilitire és más kutyás sportokra, rally obedience-re, a szintén itt látható hoopers-re, dog dancing-re, obedience-re specializálta magát, de vannak további helyek is az országban, ahol ki lehet próbálni, akár hobbi szinten, akár versenyzői szinten profi edzők segítségével az agilityt. Ahogy mondtam, gyakorlatilag bármilyen korban is bárki űzheti az agilityt, és ami hasonlóan fontos, hogy szinte bármilyen kutyával, akinek van erre motivációja, akit lehet motiválni, hogy a pályán mozogjon, bármilyen kutyával lehet az agilityt űzni. Nyilván vannak olyan kutyák, akik fokkal alkalmasabbak az agilityre, jól ismert módon azért a border collie, a mudik, a belga juhászok, a sheltik, így hirtelen, akik eszembe jutnak, Jack Russell terrierek, akikkel nagyon jól lehet agilitizni, de nagyon sokan keverék kutyával agilitiznek, vagy éppen olyan kutyával, akire elsőre nem is gondolnánk, hogy lehet velük agilitizni, de nagyszerű spánieleket tudunk, akik agilitiznek, tudunk pumikat, tudunk német juhászt, vizslát, vannak magyar fajták, akikkel kiválóan lehet agilitizni. Szóval az agility az tulajdonképpen bármilyen kutyával űzhető, aki egy kicsit is motiválható a pályán, munkára fogható. A kutyák nem csak a sportban segítenek nekünk, hanem anyagi gondjaink megoldásában is. Ez alig vagy egyáltalán nem igényel bizonyítékot, de azért bemutatunk egyet ezek közül. A Magyar Takarék Szövetkezet Bank elnöke, Vida József, több kutyás szervezet vezetője is. És mi biztosak vagyunk benne, hogy soha nem lett volna ilyen sikeres, ha nem szerette volna a kutyákat. Bankjának ügyfelei pedig nem a legjobb szolgáltatási feltételekkel rendelkeznének számos európai ország bankjával összevetve. És a körülmények különösen jók lesznek, ha 10 vagy több kutyája van. Itt vagyunk a FEHOVÁN, immár a 10. alkalommal veszünk részt, mint Magyar Eptenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és hagyomány már, amit megszokott minden kiállító és kutyás. A nevezett kutyák számából is látszik, hogy összesen 8000 kutyát mutatnak be a 4 napon. A mai napon is 2000 kutyát fognak felvezetni a kiállítók. Én bízom benne, hogy a vadászat, a természet szeretet és a kutyák szeretete itt találkozik, és az emberek nem csak a természetet ismerik meg, nem csak a kutyázást, hanem a vadászatot is, adnak az összefüggéseit, és azt gondolom ez a rendezvény, ez erre ad megfelelő lehetőséget. Sajnos ugye az elmúlt napokban történtek olyan események a világban, ami felhívta a figyelmet egyébként a kutyákra, és a törökországi földrengés kapcsán a kutyáknak a szerepe azt gondolom, hogy megint elgondolkodtatta az embereket, és ez egy fontos kérdés. Én azt gondolom, a MEOS megpróbálja ezt olyan mértékben támogatni, hogy egyrészt a mentésben résztvevő szervezeteknek gyűjtést rendezett a kiállítás területén, illetve nagyon fontos lenne, hogy ne csak most lássák meg az emberek a kutyákat, ne csak most vegyék észre, hogy a kutya ott van, mint barát, mint társ, mint segítő, hanem minden hétköznap. Köszönöm szépen, ha kilátogatnak a kiállításra. Ön szerint mi a különbség az ember és a kutya között? Valójában ez nagyon egyszerű. A kutya születésétől fogva tudja, hogy kell szeretni a gazdáját. De az embernek még meg kell tanulnia ezt a szeretetet. És csak a kutyákkal való kommunikáció taníthat meg szeretni, megtanítani minket az önzetlen, igaz szeretetre. Éppen ezért olyan fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb találkozzanak kutyákkal, és kössenek életre szóló barátságot velük. Itt lehetőségük van bemutatni sikereiket, és tapasztalt profi vezetők értékelik őket. First of all, thanks to Hungarian Kennel Club to invite me to judge Junior Handler at FEHOVA Dog Show, and I'm very happy for this occasion, and I'm come from Italy. I am a professional handler and also a Japanese Akita breeder. I like so much the junior handler competition because I think it's a great opportunity for this child to enter in the exhibition World Dog Show, and it's important to know
the breed and the confidence with the dogs. It's the third time that I come in Hungary from a dog show, and I think it's a very great exhibition and super organization for all people, all dogs, all handler, for all. Egész kinológiai dinasztiák jönnek létre. Marianna Enzsöl Magyarországon jól ismert úszkártenyésztő, a Magyar Úszkárklub elnöke. Nagy tapasztalattal rendelkezik a ringben való kutyakiállítás terén, számos bajnokot nevelt kennelében. Lánya nyomdokaiba lép, maga biztosan érzi magát a ringben, és nyer négylábú barátjával. Mi nagyon boldogok vagyunk, mert Emilia tavaly összegyűjtötte azokat a pontszámokat, amik kellettek neki idén a Junior Handler gálához, hogy a mini gálán ő elindulhasson. A gyerekek 9 éves korig férnek bele ebbe a korcsoportba, és ő még itt fog ma versenyezni. Boldog vagy? Igen. Igen. Nagyon várjuk, hogy megmutathassa, hogy mi az, amit tud, gyakorolt, és hogy mennyire összhangban van ő az ő kis kutyájával. A kutyakiállítás az emberek kutyás ünnepe, melyen az egész család 4 és 2 lábú családtagjai is részt vesznek. Hello, we are from Bulgaria and we participate for a long time ago here in Hungary. We win a best junior dog and we are so so happy. Thank you for everyone. Bye! Magyarországon vagyunk a Fehova kiállításon Budapesten. Apuka, anyuka és a gyerekük van itt a kiállításon. Nagyon sikeres hetet tudunk magunk után. Minden nap nyertünk, de ma kivételes, nagyon jó eredménnyel zártunk. Az anyakutyámmal Hungária fajta győztes címet is elértük. Ő lett a Bob. Nagyon fáradtak vagyunk, igen, de boldogok, és egy saját tenyésztési kutyával nyerni mindent, az egy nagyon nagy öröm és boldogság. Egyébként dr. Jakel Tamás egészen kicsi korában vett részt egy hasonló rendezvényen, ahol örökre beleszeretett ebbe a kutyavilágba. Amikor én 10 éves voltam, egy hasonló találkozás ébresztette föl bennem azt a kedvet, hogy kutyát szeretnék, és hát aztán lettem egy, azt mondhatom, hogy világszerte ismert tenyésztő, és a Nemzetközi Kinológiai Világszervezetnek az elnöke. Az is valahol elkezdődött. Lehet, hogy itt ma ezen a 4 napos rendezvényen egy hasonló karrier kezdődött el, de nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy a családok együttélése komfortosan egy kutyával, a felelős kutyatartás valamennyi szempontját figyelembe véve megtörténjen. És biztos vagyok benne, hogy ez sok családban itt és most kezdődött el. Úgyhogy megállapodtunk a Fehova elnök úrjával, hogy jövőre is jövünk, és ők pedig szívesen fogadnak minket, legyenek majd velünk jövőre is. A kiállítási év még csak most kezdődik. A Fehova az első kiállítás Magyarországon 2023-ban. Korós Gábornak, a MEOS elnökeként ez élete első kiállítása. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kutyakedvelőt és kutyabarátot, aki részt vett a 10. jubileumi Fehova kutyás program sorozatunkon itt Budapesten a Hungexpo területén. Lassan túl vagyunk egy 4 napos megmérettetésen. A MEOE történetében nem csak a jubileum, hanem sajnos egy tragikus esemény véget. Konkrétan a testvérem halála véget, ugye ez egy első rendezvény azóta, amióta ez a tragédia megtörtént.
lezajlott az elnökválasztás, a közgyűlés nagy bizalommal engem választott új elnöknek, én ennek próbálok eleget tenni. Első feladatként nagy erővel belevetettük magunkat ennek a munkatársaimban, ennek a rendezvénynek a létrehozásában. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú, szakmailag megalapozott rendezvényen vagyunk túl. A hagyományt szeretnénk folytatni, jövő évben szintén meg lesz ez a vadászat és fegyver kiállítás mellett rendezett kutyakiállítás, ahol egy nagyon sok speciális dolgot bevezettünk. Például ugye a vadászokkal való szoros együttműködés kapcsán, ami a vadászkamara, a Magyar Vadászkamarával kialakult. Ezen a kiállításon minden vadászkutya fajtánál kiválasztottunk a munkaosztályos kutyák közül egy győztes kutyát, a legszebb vadászkutyát. Nagyon szép díjazásban részesítettük a kiállítási Best in Show végén a legszebb vadászkutyát. Szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek, aki itt volt. Én még erre a pár óra hosszára, az utolsó díszprogramunkra szeretettel, tiszteletre várok mindenkit, és mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben a munkában. Következő programunk szintén a nyár folyamán itt a Hungespón, a úgymond Kis Európa kiállítás, ahol 10 fajtában Magyarország adja ki az Európa Győztes címet. Köszönöm. Az új kiállítás új találkozásokat jelent. Kemény és örömteli győzelmek ezek. Tiszteletre méltó vereségek, csodavárás, csoda, amit egy kutya és szeretete ad nekünk. Minél több szeretet van a világon, annál kevesebb a rossz, mert a szeretet megsemmisíti a rosszat. Ez a szeretet segít minket a nehéz időkben. Ha sok a szeretet, több a jóság.